Koncerttel és kocintással hálálta meg Szekszárd megyei Góváros önkormányzata a szekszári pedagógusoknak, hogy szívvel és lélekkel végzik munkájukat a mindennapok megpróbáltatásai ellenére is. Gyurkovics János a város alpolgármestere köszöntéjében kitért arra, mennyire fontos munkát is végeznek el azok, akik a jövő generációját nevelik. A elmúlt évek szokásait próbáljuk visszahozni, mert mindenki előtt ismeretes az elmúlt évek időszakában különböző olyan dolgok sújtották itt a rendezvények idejét, időpontjait is, hogy egyszerűen megrendezni sem volt rá lehetőség. Amikor viszont volt már lehetőség, elmaradt, és az idei évben úgy döntöttünk, hogy a pedagógus nap és az év végéhez közeledve kettős ünneplést szerveztünk. Gyakorlatilag a pedagógus nap és az év végénhez közeledve szeretnénk megköszönni a pedagógusoknak a munkáját. Annak ellenére, hogy egy kicsit hosszabb lesz az év az idei évben a különböző átrendeződések miatt, de úgy láttuk és úgy ítéltük meg, hogy a mai nap alkalmas erre. Megszervezzük azt, hogy minden iskola kapja meg a meghívást erre a rendezvényre. Természetesen tisztelettel vártunk minden jelentkezőt, és a jelentkezők a megfelelő belépőjegyet ingyen is bérmentve természetesen megkapták. Ez egy díjmentes rendezvény, és egy olyan előadót hívtunk, aki mondjuk azért reprezentálja a magyar lehetőségeknek a színejavát, krémjét. Úgy érzem, hogy Berecki Zoltán személyében egy előadót, olyan előadót sikerült megnyerni, ahol a pedagógusok felhőtlenül tudnak szórakozni erre a rövid időszakra, és hát így a munkaidő végére terveztük az időpontot, hogy minél többen tudjanak részt venni a rendezvényen. Természetesen nem lesz teljes a lista és teljes a stáb, egyéb elfoglaltságok vannak is, meg hát nem fejezték be a napot, különböző szakkörök, egyéb elfoglaltságok miatt. Vannak, akik a munkafrontján állnak helyet, vannak, akik személyesen itt tudnak lenni ezen a rendezvényen. Hagyományteremtő szándékkal? Hát úgy, hogy gyakorlatilag ennek hagyományai voltak már, régen is több alkalommal ez így meg volt rendezve, és annak a folytatását tervezzük, terveztük az idei évben is, és majd bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban ez méltó helyre kerül, és méltó megünneplésbe, köszönetbe fogják részesíteni a pedagógusainkat. Berecki Zoltán koncertje volt a főszám, az énekes, dalszerző, producer egy félig meddig akusztikus produkciót adott elő, az évek alatt szerzett rutinja pedig csak hamar meg is törte a jeget, és ennek hatására a vendégek is kivették részüket az előadásból. Szűnnek rá, higgyetek rá, nem csak pedagógus napon van így befagyva még az elején a közönség, úgyhogy van egy-két lehetőség, például lehetsz-e a lábad. De azt akkor úgy kell csinálni, hogyha ezzel a végén csinálod, akkor ott beüsse a fejét, jó? Nagy lendület, vagy lehetsz a belgő. Ezt ilyen taps formájában lehet utánozni. Ha ennél is visszafogottabban érezkedsz, akkor látom, jól barfan. Csak így, jó? Az énekes családjában is meg annyi pedagógus van, épp ezért is fontos számára ez a hivatás, és hogy ilyenkor kikapcsolódási lehetőséget tud biztosítani számukra. Két zenésszel érkezem, és én magam is foglalkoztam diákokkal, nem lehet őket eléggé megbecsülni. Ráadásul nagyon-nagyon különböző, nagyon szélsőségesen, vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz tanáraim voltak. Már általános iskolától, sőt, még óvodában is arra emlékszem, hogy mennyire fontos volt az, hogy kinek a kezébe kerül egy gyerek, egy felcseperedő lélek, és semmiképpen nem azt tapasztalom, hogy azon a helyen kezelnék őket, akár fizetésben, akár megbecsülésben, társadalmi szinten, ahol a helyük lenne. Két gyerekem van, ugyanezt ez a probléma foglalkoztat, hogy kik foglalkoznak az én gyerekeimmel, úgyhogy hát sok-sok változás
hiányzik ezen a területen is. Először is a nagymamám, aki egész életében tanított Budapesten. A nővérem pedagógus végzettségű, az unokahúgom pedagógus végzettségű, úgyhogy természetesen ő rájuk gondolok ilyenkor elsőként, de az én középiskolai osztályfőnököm, Györdák Marian volt, aki felfedezte azt, hogy ez a sok energia, ami bennem ott buzog, és nem nagyon tudom, hogy hova becsatornázni, az valamiféle ilyen művészeti dologban komolyan kamatoztatható lenne, és ő volt az, aki segített ebben elindulni. Úgyhogy rá is nagy szeretettel emlékszem az óvónőimre, akikkel sajnos már a nevüket sem tudom, hiszen nem emlékszem rájuk, de tudom, hogy mennyire szuper és szabad életérzés volt óvodásnak lenni. Úgyhogy vannak párom. A pedagógusok odaadó munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövő eredményes legyen, ehhez pedig fontos a megbecsülésük.